Tisztelettel köszöntöm a mai képviselőtestületésen résztvevőket, külön tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, és még nagyobb tisztelettel köszöntöm az itt megjelent gyermekeket. Érdekes, amikor a kultúráról és a sportról beszélünk, hiszen mind a kettő a harmóniáról szól. És ma a zenében és a sportban jeleskedő 60-i gyermekek és diákokról van szó, akik öregbítették városunk hírnevét, és ismerté tették 60-t mindenfelé. Én úgy gondolom, hogy innentől kezdve akár egy zenei versenyen, akár egy 60-i vagy egy 60 környéki sportversenyen, ha megjelenünk, akkor mindenki respektálja ezen gyermekeket, hiszen nagyon nagy teljesítményt értek el. Tudjuk azt, hogy egy-egy ilyen esemény mögött nagyon sok munka van. Munka van a felkészítők részéről, és munka van a gyermekek részéről, és a munkánál nagyobb becsülendő dolog és szebb dolog nincs. Én azt kívánom, hogy minél tovább tudják tevékenységüket végezni, és ilyen sikeresek legyenek mindenben, mint ahogy a zenében és a sportban. Egyéni versenyben az első korcsoportos lányok közül a Kodály Zoltán tagiskola tanulója Jánosi Rebeka első helyezést ért el, így korosztályában ő lett az országos duatlon diákolimpia bajnoka. Felkészítő tanára Juhászné Deák Edit. 60 város önkormányzata nevében Szabó Zsolt polgármester úr is szeretne gratulálni a sikeres versenyzéshez. Most tisztelettel felkérem polgármester urat, hogy adja át az elismerő oklevelet Jánosi Rebeka részére. Csapatversenyben az U60-i óvoda és általános iskola és tagiskolái közös csapatokkal szerepeltek, és három korcsoportban is a dobogó harmadik fokára állhattak. Az első korcsoportos lányoknál bronzérmet vehettek át az U60-i diákok. Tisztelettel felkérem polgármester urat, hogy adja át az elismerő oklevelet a csapattagoknak, Király Annának, Kókai Tíria Kírának, Pálmány Lillának, és Szombati Mirabellának. A második korcsoportos lányok versenyében szintén harmadik helyezett lett az U60-i iskolák csapata. Tisztelettel felkérem polgármester urat, hogy adja át az elismerő oklevelet a csapattagoknak, Szalatnai Dórának, Nagy Linettnek, Tóth Lilinek, és Balogh Borókának. A fiúk csapatversenyében is bizonyítottak a 60-i duatlonisták. A negyedik korcsoportos versengésben harmadikként végzett csapat tagjainak most szintén elismerő oklevelet ad át polgármester úr. Megkérem a versenyzőket, hogy nevük elhangzása után fáradjanak ki és vegyék át az oklevelet. Gratulálunk Égei Bálintnak, Zahán Péternek, Ónódi Dávidnak, és Szombati Tibornak. A kitűnő eredmények megszerzéséhez nagy mértékben hozzájárult az intézményekben dolgozó testnevelők kitartó szakmai munkája, melyet a mai alkalommal is szeretnénk megköszönni. Felkérem polgármester urat, hogy adja át az elismerő oklevelet Juhászné Deák Edit tanárnőnek, Fülöp Andor tanár úrnak, Tarsó Imre tanár úrnak, és Rácz László tanár úrnak. Tanár úr jelezte, hogy nem tud most részt venni ünnepségünkön, ő egy későbbi alkalommal veszi át az oklevelet. A 60-i diákok nem csak a sportban értek el kimagasló eredményeket.
Örömmel értesültünk arról, hogy a Kocsis Albert Zeneiskola fuvola tanszakos növendéke, Harmos Szilvia a Budapesti Fesztiválzenekar november 29-i gálakoncertjén lépett fel nagy sikerrel. A Budapesti Fesztiválzenekar és a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége ez év tavaszán hirdette meg többfordulós zenei versenyét a művészeti iskolák körében. Az országos zeneiskolák tanáraiból álló zsűri előbb 40 diákot választott ki továbbjutóként. Majd ez év októberében a Fischer Iván vezette fesztiválzenekar művészeiből álló szakmai tanács előtt kellett bizonyítaniuk, akik a hét legkiválóbb tanulót kiválasztották. Ők kaptak lehetőséget arra, hogy a világhírű zenekarral együtt felléphessenek, és egy-egy zenedarabban szólót is játszanak a gálakoncerten. Szilvia Vivaldi F-dur fuvola versenyének előadásában közreműködött. Felkészítő tanára Kovács Krisztina, míg budapesti korrepetítora Ober Frank Péter volt. Most tisztelettel felkérem polgármester urat, hogy adja át az elismerő oklevelet Harmos Szilviának és zenetanárának Kovács Krisztinának. Mindannyiunk nevében én is gratulálok a szép eredményekhez. Soron következik előterjesztés a fiatalok helyi életkezési támogatásának megállapításáról. Azt kívánom, hogy minél többet tudjunk kifizetni. Minél többen legyünk 60-iak. Van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni való véleménye? Nincs, köszönöm szépen, akkor szavazzunk. Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen, 12 igen szavazattal elfogadtuk a napirendi pontot. A testületülésen szó volt arról, hogy támogatják a fiatalok életkezdését. Mit jelent ez pontosan 60-ban? Egész pontosan egy új önkormányzati lakáskezelési koncepciót, aminek a lényege, hogy olyan pályakezdő fiatalok, akik egyébként nem tudnak összeköltözni, mert nincs önálló lakásuk, munkahelyen rendelkeznek, tisztességesen, normálisan szeretnének élni, azokat önkormányzati lakásokhoz fogjuk juttatni, és 5 évük lesz arra tulajdonképpen, hogy gyermekvállalás mellett mondjuk önállóan tudnak vásárolni lakást, házat, egyéb dolgokat. Szeretnénk azt elérni, hogy minél több gyermek legyen 60-ban, és minél több fiatal telepedjen le a városunkban. Szintén a 60-iak támogatására létrehozták a 60-i kártyát. Mire tudják ezt használni, milyen támogatásokat vetnek ezzel igénybe az emberek? Mindenre, azt kell, hogy mondjam. Azon kívül, hogy azon amellett, hogy ingyenesen lehet vele parkolni, be lehet lépni sokkal olcsóbb a rendezvényekre, sport és egyéb kulturális rendezvényekre, uszodába, strandra. Lehet vele olyat tenni, hogy például nyugdíjasainkat hozunk, burgonyát, tehát krumplit, almát ősszel, önköltségi áron meg tudják vásárolni, vagy hozzájuthatjuk csomagokhoz. Egy szóval mindenre buszon lehet használni. Amit egy ilyen elektromos csippel vezérelt kártya csak megengedhet, mindenre lehet felhasználni. Mi a 60-ban lakókat szeretnénk elősegíteni és az életüket könnyebbé tenni. Hogyan lehet egy ilyen kártyához hozzájutni? Mik a feltételei? Megkaptuk a testülettől a felhatalmazást, január-februárban dolgozzuk ki az egész részleteit, szeretnénk március 1-el indulni. Mik a feltételei? Valaki 60-ban bejelentett állandó lakcímmel rendelkezzen, bejön az önkormányzathoz, önkormányzat kiállítja neki a kártyát, ez egy csipvezérelt kártya. Természetesen olyanra is szükség van, hogy meg fogjuk keresni a 60-i vállalkozókat bizonyos paraméterek mellett, ahol ezzel a kártyával, hogyha valaki bejelentkezik, kap mondjuk x százalék, 5-10-15% kedvezményt. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a 60-ban dolgozó, 60-iakat alkalmazó és 60-ban adót fizető cégek, gazdasági társaságok, vállalkozók előnyhöz jussanak, és jól járjanak a 60-iak is, és jól járjanak ők is. Soron következik az önkormányzat és a helyi civil szervezetek közötti kapcsolattartás rendjéről. Nem volt még olyan 60-ban, hogy egy rendszerbe együtt tudtunk volna dolgozni a civil szervezetekkel. Nagyon fontos, nagyon nagy szükségünk van rájuk, olyan, mintha az egyik lábunk lenne, amire tudunk támaszkodni. Ahhoz, hogy 60-ban pezsgő élet legyen, városi szintre tudjuk emelni a kultúrát, a sportot és bármilyen tevékenységet, egy rendezett kapcsolatra van szükség, hogy a civilek ne azt érezzék, hogy mindig csak őket kérjük, hogy segítsenek, hanem érezzék, hogy együtt tudnak működni folyamatosan és állandóan az önkormányzattal. Szó esett arról is, hogy az önkormányzat szorosabb kapcsolatot akar kialakítani a civilekkel. Ez hogyan gondolják ezt?
elfogadásra került a civil kapcsolattartási rend, a civil koncepció. Ez arról szól, hogy a 60-ban létező valamennyi civil szervezetet fölmértük. Ezek alapítványok, egyesületek különböző témakörben. Szeretnénk, hogyha nem az lenne, hogy mindig mi támaszkodunk rájuk, önkormányzat, hanem ők is tudnának az önkormányzatra támaszkodni. A kapcsolódás, az összefonódás nagyon tág körül. A kedvezményes terembérleti lehetőségek, vagy ingyenes használat esettől a különböző programszervezés. Itt arról szól a fáma, hogy olyan pezsgő civil életet szeretnénk 60-ban, ami a város képét javítja, lehetővé teszi. Érezzük azt, hogy milyen ez a város, és együtt kell szépítenünk. Következő, Albert-Schweitzer Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Non-Profit Kft. Ügyvezetőjének módosításáról. Emlékszünk, hogy amikor indítottuk a Kft.-t, megbeszéltük, hogy dr. Rosta Ildikó arra az időszakra végzi ezt az ügyvezetői feladatot, amíg a pályázatok útján nem keresünk olyat, akivel együttesen az Ildikó jól tudja ellátni ezt a feladatot. Úgy gondolom, hogy megtaláltunk. Zámbó László vagyok. Eredetileg szülész, nőgyógyász, endokrinológus, fizioterápiás szakorvos, emellett orvos, közgazdász és egészségügyi menedzseri képesítéssel is rendelkezem. Menedzser munkát 10 éve végzek körülbelül, dolgoztam a Parádfürdői Állami Kórházban, azokban az űrös időkben, amikor a csőcélén volt a kórház, majd talpra áll, de utána egy hospitálvesztes időszak következett, amiről itt azt hiszem nem kell beszéljek 60-ban, mert a Szeves megyék nagyon erősen érintette. Majd dolgoztam a budapesti MÁV kórház megszüntetése és kiszervezése az állami egészségügyi központ létrehozása kapcsán, ahol a MÁV rendelőintézetet szerveztük ki az állami egészségügyi központból, és mint önálló járóbeteg szakállátó központot hoztunk létre és működtettünk. Ez volt a következő munkám, legutoljára pedig menedzser munkát Budapest második kerületi önkormányzatnál főigazgatóként végeztem. Nagyon röviden ennyit szeretnék mondani. Új igazgatója lesz a kórháznak, mit várnak el tőle? Egy menedzser típusú kórházvezetést. Azt, hogy az a lehetőség, hogy stabil pénzügyi gazdálkodással tesszük most irányba a kórházat, egy működőképes kórház lesz 60-ban, működőképes osztályokkal, állandó és rendszeres tevékenységgel, egészségügyi tevékenységgel. Egy szóval orvosszakmailag átszőtt, gazdaságilag jól megalapozott menedzserést várunk tőle. Előterjesztés 60 város művelődési központ és könyvtár átszervezéséről. Az átszervezésnek a célja, hogy különválasztva a két intézményt, hatékonyabb munkát tudjunk végezni. A város kulturális életét minél jobban meg szeretnénk erősíteni. Későbbiekben majd lesz egy napirendi pont, új helyeket szeretnénk teremteni, újból megnyitjuk a kastélynak a nyugati szárnyát, és a jövő az a cél, hogy egy normál, rendezett kultúrközpontot és egy kulturális életet tudjunk 60 városba létrehozni. Mi úgy gondoljuk, hogy mind pályázatok szempontjából, mind tevékenység és munka szempontjából a két intézmény elkülönülten, hatékonyabban és szakirányban tud dolgozni. Addig, amíg a pályázattal el nem döntjük, hogy a két intézménynek ki lesz az igazgatója, addig a könyvtár vezetésével Sinkovics Erikát, a kultúrrész vezetésével pedig Matisztovicsné Évát, mind a kettőt azt hiszem ismerjük régóta, 60-iak, helyiek, őket támogatjuk. Külön választják a művelődési központot és a könyvtárat is. Ugye a testetülésen Oroszlánné szóvá tette, hogy a 7 embert ő kevésnek találja, hogy ők el tudják majd látni ezt a feladatot? Hát ez a 7 ember kérdésen gondolkodtam, hogy ki az a 7 ember, mert tulajdonképpen most nincs rá annyi. Az, hogy előre megyünk és 7 ember lesz rá, az már előrelépés, helyet adunk ennek, és az, hogy a kultúrát mennyire fontosnak tartjuk, a kórház, a kastélynak a nyugati szárnyát megint élessé, aktívvá tesszük, használhatóvá, és önálló kulturális intézmény szeretnénk 60-ban. Ezért fontos nekünk a kultúra. Én úgy gondolom, hogy a programok szervezéséhez, hogyha aktív emberek vesznek benne részt, akkor néha egy ember is csodákra képes. Ha ez egy jól kiforrott csapat, és aktívan, előremutatóan dolgozik, akkor ebből mindenképpen egy kulturális centrum jöhet létre, amire úgy gondolom, hogy a 60-iaknak nagy szüksége van. Mit jelent pontosan ez az aktivitás? Programok szervezése.
kulturális programok szervezése, olyan előadók lehozása, akik a kultúrát terjesztik, olyan aktív program, hogy 60-ban érdemes legyen élni, hogy legyen hova elmenni. Példát mondok, nyáron egy élő zene a főtéren. Most nem akarom mondani, hogy katona zene, de akár egy bányász hóvó zenekar, mondok egy példát, aki gyönyörű szép keringőket tud játszani. Én tudom, hogy a 60-iakat, az idősek főleg, de a fiatalok is igénylik ezt. Mellette leülni, egy kávét meginni, egy fagyit elnyalni, gyerekekkel sétálni, egy jót, élővé tenni a főteret. Ez is egy példa. De mondok mást, olyan kiállításokat szervezni, ahol neves 60-i művészek. Én tudom, hogy például a 60-i múzeumban rengeteg, például Gódor Kálmánnak, tehát rengeteg olyan mű van letéve, vagy a 60-i családnak, amit nem látott egyáltalán még a közönség, és gyönyörű festmények, akár ez is. De olyan gyerekprogramok, ahol a gyermekeinket el tudjuk vinni, és aktívan lekötik őket, ez az aktív, tehát az interaktív programok, amikor a gyermekek is aktívan részt tudnak dolgokba venni. De egy táncverseny, amit szívesen megnéznek, egy zenekar, amelyek előad, egy híres előadó művész, tehát annyira összetett ez a dolog. Ami kultúra, művelődés, közművelődés, átozéig minden. Soron következik. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz és csatornamű használata és díjának a rendezése. Hát ez egy érdekes kérdés. Megkezdtük a harcunkat a csatornadíj csökkenése miatt a Heves-megyei vízműnél. Eljutottunk már a minisztériumtól kezdve mindenhová, és úgy néz ki, hogy megy a dolog. Annyit kért a vízmű, a Bánhidi Péter úr írt egy levelet, a vezérigazgató úr, azt kéri, januárban egyezzünk meg. Tehát egy jó hírem van, a környező településekhez képest 60-ban nem fog se a vízdíj, se a csatorna most emelkedni. Ez a határozat. Kettő, tárgyalunk a vízművel, és január 31-ig, tehát a következő költségvetés elkészítési időpontjáig a csökkentésbe megegyezünk. Még mindig tartom azt, hogy legalább egy 10-15%-os díjcsökkenést el kell érnünk, hogy a lakosságot ne terhelje ilyen mértékben, főleg a mai világban ne terhelje a csatorna és vízdíj. Jó úton járunk. Nem fog drágulni a szennyvíz 60-ban, sőt a távolabbi terveket nézve talán még csökkenni is fog. Hogyan tudták ezt elérni? Hát amit ígérünk, azt betartjuk. Másrészt harcolunk. Harmadrészt tisztán a szakmai ismerettel olyan jogszabályi környezetre hivatkozza, ami valós, bebizonyítani, hogy nem jól gondolja az, aki emelni akar. Első lépés, most nem történik semmilyen emelés, pedig emelés volt a szándéka a Heves-megyei vízműnek. Második lépés, január 31-ig csökkentjük. A csökkentés mértékéről januárban megegyezünk, a város költségvetésének elfogadása előtt ez meg lesz. Én továbbra is tartom azt a 10-15%-os csökkentést, amit ígértem, és ez tartható és fogható is jogszabályilag.